Köszöntünk mindenkit a Szellemvilág hangjai új műsorában, aminek a témája nem más, mint a vér átka. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy akkor Iszedhez is fordulok. Szia Iszed! Szia, és Besélj. köszöntöm a kedves tévénézőket! Igen, ezt gondoltam, hogy eleve sokakat fog érdekelni, de sajnos sok embert is érint, mert bele se gondol senki, hogy, hogy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy majdnem minden embert. Az elsőben én először is tehát te, külön szeretném választani a vérmágját és a vérát. Tehát van a vérmágja, ami szintén át tud menni egy átokba. Na, ettől olyan, olyan személyeket óvaintek, akik csak kezdték a mágiát, vagy csak valamit értenek, mert ebből is önmagukra megátkozzák, akinek mondjuk szeretnének jót csinálni és megátkozzák saját önmagukat és az egész családjukat. Tehát itt már belemegy a nagyon kőkeményen, hiszen a vérát a révén, ugye tudjuk, hogy a démoni erők. Tehát ugyanúgy, mint a, most egy picikét úgy tudnám szemléltetni az embereknek, mint amikor ugye a ragadozó állatok, tehát a krokodil, a stb. ugye a vérre megy. Na most itt is ugye, ha nincs különválasztva, na, tehát nagyon csodálatos mágia, nagyon csodálatos dolog, csak tényleg hozzáértően, és ezt azért is akartam témába hozni, mert hát sajnos ö, ö, az elmúlt, úgy mondom, mielőtt jöttünk felvételre, az elmúlt három hétben nagyon sok fiatalabb korosztálytól, de igazából nem is lehet mondani, hogy korosztálytól függetlenül igazából, hallottam, hogy ők fú, csinált vérmágiát, kötéssel csinált ezt, mm -hmm. csinált azt, és akkor úgy egy kicsit úgy én is majdnem, hanyat dobtam magamat, hát mi van abból? Rácsöpök, ez az amaz. Igen, igen, na ugyanígy voltam én is vele. Ledöbbentem, bocsánat. Ugyanígy álltam én is hozzá, hogy bele gondolt. Tehát tényleg hozzáért, tehát ha már minden áron Menjen el egy szakemberhez, és az úgy is meg fogja neki mondani, hogy jó vagy nem jó az a vérmágát alkalmazni arra a szituációra. Nem mindent összeolvasson, nem mindent elkezden csinálni, ezért szoktam azt mondani, hogy praktikák, avval nagy gondot nem okoznak. Na, ennek a kapcsán felbúzolva voltam úgy, hogy jó, akkor hozzuk ezt a témát, és egy kicsit boncolgassuk, mert, mert itt egy dolog, hogy ő a saját életében, és esetleg aki mi önnek csinálta, vagy akár csinálta mondjuk egy sikerre, az borulni fog, mert borulni fog, és ami munkáját akarta, az még ugyanúgy borulni fog, tehát ezek, és ugye mivel hogy karma évet is élünk, hát itt aztán jön a oda, oda csapás rendesen, és nagyon sok ember nem is fogja tudni esetlegesen, hogy mitől borult be az élete. Uh -huh. Tehát úgy be fog, van tehát nagyon csodálatos év, de ugyanakkor be fog hirtelen borulni, mint egy olajtó. Már bocsánat a szó használatért. És tehát a, a, vérrel végzett bármilyen mágia, mágikus eszköz, mágia végezve, vagy mágikus rituálé, azt óvaintem, csak is kizárólag hozzáértő mágushoz, boszorkányhoz vagy. Tehát aki már évtizedek óta a hivatását űzi, mert az pontosan, és még itt azért mondom, hogy már nagyon-nagyon régóta a hivatását űzi, mert ezt is tapasztalni kell, hogy hogyan, mint. Hogy ne üssön vissza majd az ő gyerekeire, vagy akármi. Tehát itt még egy siker mág, és mondom, borzasztóan el tud csúszni, akár az egész ö, életét meghatározhatja az illető, sőt, az őrületig bele tud menni. Egy siker révén. Azt. Tehát ezért is mondtam azt, vagy hát mondom azt, hogy csak is kizárólag olyan személy végezze, aki, aki tényleg már a szakmájának a tudásában van, birtokában van. A másik, hogy, hogy most megint egy példával jönnék, a anyuka végeztetett, és azért mondtam, hogy ez most így följött bennem témakörbe, egy 17 éves fiatalembernek, hogy sikeres legyen a, ez éve, nem velem, hanem mással. Már valamikor szeptember, október tájéken végeztetett a mágiát, na most a fiatalember vérmágiát, meg mindent, amit el tudsz képzelni, na most a fiatalembernél motorbalesettől kezdve, deréktől lebénult, és senkit nem szeretné ijeszgetni, csak ez annak a következménye és ezért is szeretném azt mondani, hogy nagyon-nagyon megfontoltam. Ez az egyik a témának egyik oldala. A másik oldala viszont, ami főleg szerettem volna kiemelni, de ugye ez is hozzá kapcsolódik. A másik téma rész, a témának a másik része az viszont ugye szintén a vérátka. Ez viszont a genetika. Több generációra visszamenően a genetikai, a vérállományban, a DNS molekulákban, nem vagyok biológus, tehát nem szeretnék olyan mélyen belemenni, hogy hülyeséget esetlen mondani. én csak a mágia szakmai részével fog, mondanám, hogy visszaüt. Ezt hogy értendő, és nagyon csúnyán kihatással van, még akár pozitív értelemben is valaki csinál valamit. Ugye sokszor hallani szülőktől, hogy én már hallottam sajnos utcán is szülőtől, hogy inkább meg se szültelek volna, akármi vagy bármi a gyerekre. Aha, annak a gyereknek az, az életét meghatározza. Egy olyan mérhetetlen genetikai, véráltali átkot tesz a gyermekére, amit hiába ő utána megbán, ezt nem lehet leszedni, csak nagyon-nagyon összetetten, és tényleg, na itt már nem szeretnék ö, senkinek, nem, most be is fogtam a számat, nem szeretnék tipeket adni, hogy hogy meg mind, mert nem hozzáért. Azért mondtam, hogy ezeket is olyan ö, szakemberhez, aki már évek óta, hosszú-hosszú évek óta a szakmájában van. És ami a legrosszabb, ugye, hogy sokszor azt hiszik, és ez lehet dédszülőtől, nagyszülőtől őt megátkozták, vagy ő megátkozta, vagy olyat mondott, hogy inkább akármi történne. Na most itt az az egy legnagyobb nagy probléma, amikor oda-vissza pattog a labda, mert az oda-vissza fog pattogni. Most a szülőnek mondott valaki, átkozódik a gyermekére, negatívan beszél róla, negatívat mond. A gyerekre az ugye nyilván hatással lesz, de ugyanez onnét, hiszen a gyermek az ő véréből van, ezért a vérátka, uh -huh. oda-vissza uh -huh. De, most nézzük azt a mondjuk nagyszülőtől, dédszülőtől, az oda-vissza tehát itt több olyan uh -huh. szitu helyzetből kell tisztítani a családot, ami átoknak olyan fajtája, ami a DNS-ünk bele van ívódva a véreinkbe, Tehát ugye nem véletlenül mondják, hogy a vér nem válik vízzé. Hmm. Na most itt szeretném ezt most direkt mondtam. Tehát hiszen itt, itt több generáció visszamegy. Ami még ö, olyan értelemben érdekesség ennek témájában, meg ehhez hozzá kapcsolódik, amikor egy gyermeket nem akarnak. Uh -huh. Tehát megfogan, de esetlegesen mondjuk a szülők, mondjuk, de mégis megtartják, de közben meg ö, így úgy mondják egy-két ember rá, na ez ugyanúgy nagyon vonatkozik az átokra, hiszen már magzati korban. Persze mondhatjuk azt, hogy ezzel születik le karmába, igen, sok mindent persze, de a karmánkat persze, ezeket tudjuk javítani, ezekkel, hogy megoldjuk, föloldjuk, nyilván, hogy ha tehát én úgy tudnám fogalmazni ezt, hogyha nincsenek ezek föloldva, attól még ő esetleg egy életfeladatot meg kell élnie, akkor az apofon nagyon-nagyon fog fájni, akár még a foga kiesik. Viszont ha föl van olva, akkor csak éppen simogatja az apofon. Tehát, tehát ezért nem mindegy, hogy hogyan éli meg. És ugye, amit mindig mindenki mond, ez a 2024-es év, ez csodálatos év. Én már de de ugyanakkor egy nagyon robbanó is lesz. Tehát ez a kettő véglet, nem szeretnék úgy mélyen belemenni, mert nem vagyok asztrológus, de pont ezeknek a, a visszamenőleg, ugye ezeknek a, a feladatoknak, vagy hátkainak igenis nagyon nagy hatással van. Tehát ha belegondolsz te is, ugye biztos emlékszel önökre, meg olvastál, ugye, hogy családfákba kihaltak, vagy mindenki meghalt. Tehát itt is ugye a vér. Tehát ezért fontos, hogy ha olyan szülő van, nem mindegy, hogy mit kíván a gyerekének, vagy a gyerek mit kíván a szüleinek, mert ezek rakódnak, és oda-vissza oda-vissza fog menni, és akkor hiába van tisztogatva, nem érti, hogy miért. Nem érti. Nem. Persze, mert, mert őnála nincs megszüntetve. Lehet, hogy a másik fél, vagy a harmadik fél, attól függ, hány generációsat meg van állítva. Na most akkor egy kicsit bonyolultabb, amikor mondjuk már meghalt az a személy. Uh -huh vagy hát aki ugye ezt az átkot elindította. Tehát ezek, ezek, ezeknél nagyon meg kell nézni, úgymond vérvonal szinten, tehát hozhat valaki apajágról is többet, de legfőképpen az anyajágról, és minden, sőt, még olyat is hozhat valaki genetikailag, már mint a vér DNS által, vagy tehát a vér áramlatban ugye benne vannak ezek, hogy mondjuk, mit tudom én, a dédnagymamája mondjuk őrült volt, vagy bármi ilyesmi, persze ugye mondjuk a DNS-t, mondjuk ugye a, 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 genetikát, de ezzel meg lehet szépen állítani is. Igen. Amit bennem így megfogalmazott, hogy vajon erre hogyan jön rá az ember? Tehát, hogy mik a jelei annak, hogyha, hogyha, hogyha azt érzed, hogy vagy, vagy, vagy igen, de hogyan mutatkozik ez meg, mert mert lehet, hogy, hogy nem nyilvánvaló valakinek mondjuk egy ilyen, hogy ilyenben van. Hasonló, mint az átok, de mondjuk ő már csináltatott átok levétet vagy valamit, de, de nem szűnt meg, és újból és újból előjött. Nyilván, hogy attól lehet megszüntetni, ami, ami, volt eddig. Na most erre mondtam az elején is, hogy én nem szeretnék tippeket adni, mert aki hozzáért és évek óta hivatásán, űzi, tehát az biztosan biztos benne, hogy fogja tudni, hogy hogyan kell föloldani, megoldani, de most azért sem uh, akarok olyan praktikát, mert már én elkövettem ilyen hibát a pár évvel ezelőtt, amikor elmagyaráztam mélyen, és azt visszafordották és, és rossza használták. Tehát én ezt nem, mert az olyan, mint a fegyvert adnék valaki kezébe. Nem szeretném, viszont, hogy milyen milyen uh, konkrét, tehát mondom, uh, ez lehet olyan, hogy hogy. Uh, embercsoportok, család. Nem, ö, ugye, tehát nem, nem ö, tudnak egyezni, nem megfelelő a kommunikáció közöttük. Tehát mondom, hasonló, mondjuk le véve egy átokkal, de mondom, a jó szakember, a, aki hozzáértő, az biztos, hogy fogja látni, hogy honnét indul ki, vagy legalábbis, hogy mit a megoldandó feladata. De például, ugye, innét indulhat egy olyan része, amikor amikor úgymond egyes szülők vagy, vagy családtagok, inkább még nem is mondanám a szülőket, családtagok elkezdenek nyomást, és úgymond hasonló, mint az energiavámpírkodás. Megállítja, hogy energiában, hogy úgy, úgy ne vonják ettől az energiát, de mégis tovább folyik ez. Na ott már van egy ilyen, mert oda-vissza pattogás, amit az előbb magyaráztam. Ez is ugye akkor közre játszhat olyan értelemben, hogy amikor, áldott állapotnál valaki úgy beszél mondjuk a fogantatott gyermekéről, vagy aki valami, vagy nem akarják, akkor itt, itt még akár egy, egy és megszül azt a gyermeket, lehet olyan is, hogy nem jön össze a gyermekáldás, tehát unoka, uh -huh. dédunoka, brévén, tehát egész visszamegyünk. Tehát ezeknek a kapcsán ilyen, ilyen hasonló nagyon sokszor fordul elő még, amikor úgymond örökbefogadásnál. Tehát hmm. ugye nyilván az, hogy gyerekről lemondtak. Hmm. Tehát nem akarták, nem vállalták föl. Na most ezeknél, á, most sajnos azt kell, hogy mondjam, ezeknél a gyermekeknél, akikről lemondtak, 80-90%-a, és ez, mondom, tehát itt már elindult ez a folyamat, már tavaly éjben, és de ez az év sokkal hatékonyabban része fogják venni, hogy ott van még akár tanulási problémát is okozhat. A másik, ami egy csodálatos dolog, és most itt ne, hogy félreértse bárki is, hogy én ezen nem vagyok, vagy ez most nem szabad, de igenis, hál' Istennek, hogy az orvostudomány föltalálta azt, hogy... hogy, hogy Donorokat tulajdonképpen, vagy nem hogy hanem hogy hogy léteznek, de ilyen révén is lehet egy vér át, hiszen ott a vér. Igen, ez érdekes, igen. Én is kaptam vért, tehát tudom pontosan ebből kifolyólag. Hát igen, is. Még ugye kapnak is, pontosan, rá, pontosan azért ha igen. szükségük van rá. Ilyenkor a legegyszerűbb, hogyha valaki tudja magáról, de még nem történt semmi, vagy éppen még az olyan az elején van, egy kisebb tisztítás csak erre, mert akkor már nem nem fog az életem többi területére olyan mm. ö, hatást kifejteni, mikor már borul minden. Tehát ezért is jó, hogyha már valaki tisztában van vele, hogy, hogy ilyen létezik, és valóban létezik, akkor, akkor időben megállítani. Ugye mindig mindenek az idő. És hogyha már tudja, hogy van ilyen, vagy volt, és van a gyermeke, akkor ott. Egyenként azokról is le kell szedni, hogy oda-vissza ne pattogjon. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a szülő mit mond a gyerekére, a gyerek mit mond a szülőre. Ugye te is biztos hallottál olyat, hogy hogy azt mondták, hogy na majd meg tudod, majd megérzed. És akkor ez a megérzedés, hiszen ott van a genetikában. Már a szülő sajnos megátkozta ezzel, ezzel gyermekét, unokáját akármi, és ez a vérbe bennem, hogy sokkal intenzívebben hat. Vagy van olyan, amikor azt mondja valaki, nem tud róla, hogy jaj, csak olyan ne legyen, mint az az a rokon. Uh -huh. uh -huh. És biztos, hogy olyanokat fog csinálni az a gyerek. De mert azért, mert nem csak a DNS miatt, hanem pontosan ez már rátette a vér, hát ugye a vérmágja révén, tehát a vérát, és ez egy átok már innétől kezdve, tehát az életében. Ugye, mint nagy családok is voltak, nemesi családok, hogy ugye az egész generáció minden, ez is ennek kapcsán történik a kihalás, vagy, vagy szerencsétlen családi dolgok ebből kifolyólag. Most itt behoztad ezt a nemesi, egy kicsit a régebbi korokat, ugye a vérszerződés. Ha hogy az egy, az ugye, megvágod a kezet, kezet fogsz. Hát ott is és már ezek össze is jöhetnek generációsan, akár tovább. Hát, de... most annyira nem, mert azért az durva lenne, de nyilván Ami hogy nem egy. Úgy tehát, van, hogy mert... amikor vélszerződés van, azért nem olyan szinten, de Pont ezért álltak ki egymás mellett, mert tudták, hogy ha csak azt nézed a nagyon-nagyon régen, mert pontosan tudták, hogy annak milyen súlya van. Uh -huh. Mert hogyha az el, mondjuk nem úgy, a, a szerződéshez nem tartja be, mondjuk nézzük ezt uh -huh. a példát, a másik fél ugye mivel szerződés kötött vele, akkor jogosan sokkal intenzívenben tudott volna rá, vagy tud nyomást gyakorolni, mm -hmm. és nagyon kifejteni azt a hatást. De ha a vélszerződésben mellé áll, akkor a szeretet energiát emelik mindketten, vagy éppen olyan dolgot most itt nem szeretnék történelmbe belemenni. Persze, Tehát persze. nyilvánvaló, hogy ezt azért is csinálták annó sokan, mert tudták, hogy ezt mindenki tudta, ha ebbe belement, ennek óriási súlya van. De olyan iszonyatosan, hogy, hogy több generációra ö, hatást fejt ki. Érdekes, hogy a vér, mint szimbólum azért a mai világunkból így, így teljesen eltűnt, hogy... Nem annyira. M arra gondolok, hogy mondjuk egy hétköznapi ember nem biztos, hogy foglalkozik ilyen dolgokkal. Tévedsz. Hát én, én azért, követem, azért tudom, én nem. azért, bocsáss meg, én azért mondom ezt, mert, mert ö, hallom. Hogy Lehet, mennyire. A igen, igen, de Tehát hogy, hogy nyilván... akkor nincsenek tisztában azzal, hogy mondjuk hogy a, milyen Ez mond, az, tehát, az, hogy, hogy nincsenek hogy tisztában. Nem mennek milyen... bele. A igen, igen, tehát inkább azt mondom, hogy nincsenek tisztában, mm. hogy milyen, milyen súlya van ennek, de igenis nagyon súlya van. Sőt, mágiában nem véletlenül, ugye, állati. Na igen, például. Hogy ne? Hogy ne? Ugyanúgy oda-vissza. Tehát most én csak ennyit mondok, és nem mondok többet. De aki nem ért hozzá, az el tud csúszni. Az tisztítani lehet ezzel. Különben egy csodálatos dolog, mert oly, nem csak úgy lehet tisztítani, hogy egy átkot levenni, hanem, hanem akár olyan konkrét betegségeknél, ami nagyon sok esetben. Ö, lehet alkalmazni, de nem nem megyek vele, mert akkor esetleg... De esetlegesen... hogy az azért igen. Igaz. Igen, pont ezért, hogy ő ugye maga biztos. Ez ugyanaz, mint szellemet se kéne idézni, nem, nem, nem. de hát a lelkolt lelkeket hagyjuk pihenni, nyugodni, ha akarnak ők megkeresnek, de aki még meg akarja tenni, hát ez, az az ő döntéssel, csak ez, ez tényleg nem. Tehát ezért mondtam az, hogy a vérátka. Az, ezért is akartam ezt ugye hozni témába, hogy a, a saját úgy fogalmaznék, hogy a legrosszabb átok, a legnagyobb súlyú átok, amikor a vér, a család, ugye nem véletlen mondják, hogy a, amit az előbb is mondtam már, ugye a vér általi átokról, hogy a vér által, tehát a, a családfa általi átoknál nincs rosszabb, nincs ö, szomorúbb, és ö, hogyha még, olyan helyzet történik, amikor még akár most is, és sajnos a mai világban én azt veszem észre, hogy egyre gyakoribb a, a családoknál a széthúzás, az irigység, a rossz indulat. Hát ez higgyék el, hogy ez hmm. egy nagyon kőkemény, Ez már nem blokk, ez nem, ez a vérnek az átka. És hát a vér átok, tehát ez a családfa átka, és a legmélyebb. És én ezért szeretném mindig azt mondani és hangsúlyozni, hogy inkább megelőzni. Tehát, hogyha valaki tudja, most csak mondok egy példát, hogy ő nagyon rossz indulatú volt mondjuk a testvérével, nagyszüleivel, akárkivel, szüleivel, gyermekével, tök mindegy, ahogy hogy nézzük, de hát ilyen nagyon szűken, tehát ez már közvetlenül, akkor, mert itt a sógornő azért nem, vagy az unoka húg, Unokatestvér, ami ugye a vérrel kapcsolatos, akkor ö, igen még annyit tehetnek, hogy úgymond megkérik a saját öröngyalukat, vagy a Szent Háromságot egy a keretén belül, hogy kérik, hogy ennek oldják fel az ő részére is, és azok részére is. Akiknek közvetítettem, mert akkor már nem fog ö, folyamatosan táplálódni, hiszen a vérünk az pumpálja az ereket, ugye az energia az ott megy. Na most ezért van az, hogy az folyamatosan táplálja, és oda-vissza rossz, rosszul sül el, mert, mert lehet, hogy az egyik családtag az kevésbé fog ö, olyan mélyen szenvedni tőle, mint a másik. Akár olyan betegségek, hogy, hogy meggyógyul, vagy akármi, de ha ő rossz indulatú a másikkal, akár egy olyan családtaggal, akkor majd nevezzük úgy, aki vérátali családja, és nem úgymond bekerült sógornő vagy sógor, akinek ugye nem. csak már ugye annak a leszületett gyermekei, az szintén az lesz, erre nagyon-nagyon kell figyelni. És ami még érdekesség benne, hogy itt még párkapcsolatoknál. Ugye mindenkit <coughs> érdekel a párkapcsolat, az anyagi a párkapcsolat egészség. Párkapcsolatoknál ugye régen is voltak olyanok, amikor nem engedték házasodni, biztos emlékszel te is, ugye hát igen. filmekből, olvasmányokból, bármi. Részből, Vagy akár családi részről is. Vagy családi részről is, igen. Na ez mai napig is, hogyha valaki nem tudja elfogadni mondjuk akár a testvérének, bármilyen köz tehát itt a nagyon közvetlen párkapcsolatát, sajnos az ő életét megbélyegzi. Most nyilván egy nagyszülő az már nem nagyon fog esetlegesen párkapcsolatra menni, mondjuk 80 évesen, ha bár nagyon van, és én támogatom is, miért kéne nekik egyedül lenni, tehát azt várják a ö, sokan, hogy a 70-80 évesek azok, nem, hát miért ne, lenne, miért ne kellene, de, de igen, saját önéletüket is meg, meg akadályozzák azáltal, hogy ő megszabja, hiszen ott is egy átok, egy párkapcsolati, egy érzelmi, egy, egy szív által, ugye a szívünk pumpája vért, ugye, tehát pontosan csak ezt hmm. végig kell vezetni, és akkor rájön mindenki, hogy Úristen, nem mondom, hogy én én is volt, hogy követtem, mert biztos te is mondtál, hogy mindenki, tehát nincs, csak akkor ezeket gyorsan tegyük jóvá és helyre, mert, mert ezek kihatással lehetnek a, ugye, az elkövetkezendő időszakra, akár ugyanúgy, a, aki mondta, és akire mondta. Tehát oda-vissza. Tehát ez így elkezd, mint egy családfa, ugye körbe-körbe forogni. És nem az, hogy megszűnik, és megáll. Szó nincsen erről. Igen, tehát az élet különböző területei. van. Ez nagyon, nagyon. Hát ugye attól függ, hogy mi, mit, mit, mi, mi a vér által. Ugye nagyon sokszor van az, hogy úristen, ezt ne vegye el, vagy azt ne vegye el, mert maradjon a családba a, a pénz. Mit csinál? megátkozta már a gyerekénél a pénzt, és megátkozta az érzelmi területet, tehát két területet. És már az ő unokája úgy mélyen fog ebbe szenvedni, tehát ezekre mondtam azt, amikor keresett, ugye itt van az, amikor keresett, hogy milyen hatásai vannak, uh -huh. hát ilyen. Tehát egy sima át, nem biztos, hogy, mert én hozzám is, biztos megátkozták. És akkor látni, tehát nem biztos, hogy valaki megátkozta hát, hogy idegen, van. hanem hozta a vér átkot. Hm. Igen, és ezt amúgy lehet érzékelni, legalábbis én szoktam, hogy biztos, hogy ez az enyém. Ez a De nem, az gondolat. nincs olyan, hogy a tiéd. Itt Igen, nincs. de hogy, hogy, hogy úgy mondom, hogy például utána kiderül, hogy nem tudom melyik ők nagyanyám egyébként ugyanezt csinálta, tehát hogy így mondjuk beszélgetés alapján. Tehát nem ilyen, jó, ilyen, nem, ilyen, bocsáss ilyen meg. Azért, nem. persze, csak ez, ezek érdekesek, csak az, hogy a tied az nem, nem a tied. így mondom, hogy... Hogy, nem, tehát, hogy, hogy, hogy nekem van ilyen érzés sok esetben, hogy, hogy kiderül, hogy akár én de Az átok a senki e se. Tehát uh -huh. az átkot nem mondhatjuk, hogy a milyenki karma, az igen, uh -huh. de nem átok. Tehát karma az lehet az, hogy ugye nyilván az a miénke, vagy nem, de az átok az vagy küldték, vagy családból hozott, ugye amit elmondtam az előbb. Tehát azért mondom, hogy próbáljunk egy picit nehogy félreértsék uh -huh. a, a nézők. Tehát ez soha nem a milyenki. Ha csak Mert valaki ő magát... ja, tett, értem. Így, így, tehát, értem, de... de... Elég voltam a címzett alapból. Az úgy, úgy igen. Alapból, hogyha valaki megátkoz a saját önmagát, hát akkor az megáz. És ami még nagyon-nagyon gáz, ugye, tehát ez is egy családi vérvonali átok, akkor így mondom, amikor családban öngyilkosság történik. Mm -hmm. Mert euh, ugye elkezdik okolni, hogy ki miatt halthatott meg, vagy mi történt, vagy mi miatt lett öngyilkos, és ez megy vissza unokára, dédunokára, is, meg akár bármeddig, míg az a család, aki nem hal, és lehet, hogy ezzel születik le, azért születik le, hogy ez föl legyen, meg legyen állítva. Tehát nagyon-nagyon drasztikus. Na, uh -huh. ezt például első kézből tapasztalom. No, hát ez egy nagyon izgalmas téma, amit szerintem még érdemes fejtegetni, és, és köszönöm, hogy te is így, így, ezeket elmondtad, illetve hogy így helyre tettünk ilyen dolgokat, mert látod, hogy én is hiába vagyok mondjuk olyan típus, aki utána olvas, és, és szereti, de azért így első kézből sokkal másabb ezt tudni, hogy én, én, azt javaslom mindenkinek, hogyha kíváncsi erre, és tényleg szeretne tisztában lenni dolgokkal igazán, akkor tényleg menjen olyan emberhez aki aki ez valójában ért és nem pedig csak így. így. Igen tehát az, aki már nem, nem most kezdte és azért igen, nem. Igen, nem, igen, nem igen. Tehát, hogy bocsánat én is azt mondom hogy tehát vannak olyan olyan szakemberek akik fölnézek rá és fiatalabb is meg minden. Uh -huh. De de az a bocsánat a ritkán. Tehát uh -huh. tényleg aki hozzá már ebben bele tudja ásni magát mert mert ha rosszul van megcsinálva, sokkal-sokkal nagyobb baj tud történni. Szerintem ez egy eléggé erős végzőm volt Igen. itt a, a vérátok kapcsán, úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, és köszönjük, hogy figyeltek minket ma is. Én is köszönöm.